A szegénység, az alulképzettség, a munkanélküliség, továbbá a nem kellő mértékben elérhető egészségügyi és szociális szolgáltatások a társadalmi kirekesztés következtében emberkereskedelemhez is vezethetnek. Ennek veszélyével gyakorta szembesül a balkáni térség. Megfékezésére összefogási megállapodást írtak alá a zombori illetékes intézmények vezetői. Mindennél fontosabb az, hogy az ilyen jellegű bűncselekmények áldozatait a történtek után visszafogadja a közösség. Zomborban 8 esetet tartanak számon, és az érintetteket a városban működő intézmények segítik az újbóli integrációban. Az emberkereskedelemben egyaránt érintettek a fejletlen országok, ahonnan a migránsok érkeznek, a célországok, de a tranzitországok is, mint amilyen a miénk. Szerbiában 10 várost, közöttük Zombort is felöleli az a projektum, amely a jelenség megfékezését tűzte ki célul. A megállapodást a belügyminisztérium nyugatbácskai elöljárója, a Vöröskereszt, a Szociális Gondozóközpont, a Diákotthon, a Városi Közkórház, az Egészségház és a Munkaközvetítő Hivatal igazgatója írta alá.